Tehát akkor jó reggelt mindenkinek! A Zohár bevezetőből tanulunk a Kabbala tanuló című könyvből. A Kabbala tanuló című könyvben ez megtalálható, kérdéseket lehet küldeni a lecke során. Tehát, még egyszer, akkor a 66-os ponttól kezdjük el olvasni, magyarul. Tehát tartsuk észben, hogy mindennek van belsősége és külsősége. A világban általában Izrael, akik Ábrahám leszármazottai, Izsák és Jakob leszármazottai, úgy tekintetők, mint a világ bensősége. Tehát nekünk van Izrael, mondja Rav, rajzol ír Rav. Tehát van Izrael és a világ nemzetei. Tehát van a belsőség, ez a két kocka egymásba foglaltatva, ugye? Olvas tovább. És Izrael önmagában, Izraelen belül is van azok, akik teljes szívvel dolgoznak a teremtőért, és van külsőség, azok, akik nem adják át önmagukat a teremtőnek a munkának. Tehát ez valóban így működik. És a világ nemzetei között is van belsőség, akik a nemzetek, világ nemzetének igazai, és van külsőség, akik a legborzasztóbbak és a legnagyobb kárt okozó közülük. Ezen túlmenően a teremtő szolgálatában lévő emberek között is, Izraelen belül is van belsőség és külsőség, vagyis azok, akik valóban a szívvel hajtják végre a parancsokat, meg azok, akik gyakorlatban hajtják csak végre. Rav, ugye az egyik csoportnak feltárul a teremtő, a másik nem. Tehát ez egyiknek feltárul a teremtő, és ők olyan cselekedetet akarnak létrehozni, olyan cselekedetet akarnak végrehajtani, amelyek valóban a teremtő feltárulására irányulnak. Ezek a teremtő szolgái közötti cselekedetek, és minden Izraelen belüli embernek, Izraelnek van belső és külsősége is. Az a külsősége, amelyik a világ nemzetei tulajdonképpen, és a belsősége, amely Izrael maga. De még egyszer, a világ nemzetei is, azok Izraeltől kell, hogy megkapják a fényt, és ilyen módon, akik megkapják a fényt először a nemzeteiben, azok a nemzeteken belül igazakká válnak, és ők azok, akik majd össze akarnak tapadni Izraellel. Tehát láthatjuk, mondja Rav, itt a szövegben, ami majd jönni fog, hogy mennyire fontos ez a felosztás a számunkra, hogy a különböző részei Izraelnek hogyan kell, hogy integrálódjanak. Mindjárt meglátjuk. De ez eddig világos? Általában. Így van négy részre osztva az edény. Akkor menjünk tovább. Most jön a 66-es, amit eddig az előzőt olvastuk. Tehát amikor Izraelhez tartozó személy az kiterjeszt a saját belsőségét, amely Izrael magában az emberen belül, és kiterjeszti a környezetére, amely a világ nemzeteit képviselik az emberen belül. Amikor valaki az erőfeszítéseit a többségnek szenteli, hogy az hatalmas előnyt ad az ember lelkének, és nyilvánvalóan azzal, hogy a világ nemzeteinek adományozik, azaz túlemelkedik a saját testi szükségletein, azaz a Tórát azt állandóan teljes munkával felemeli. Tehát meg kell érzünk, hogy Izrael az a Jásár kell, akik egyenesen a teremtőre törekednek. Amikor Izrael az összes edényt korrigálni akarja, minden edényét,
minden edény darabjáért, az egész világért, hiszen az edényei az Izraelnek, az a nemzet, a világ nemzetei, akkor az egész világon korrigálni akarja, hogy mindent megtenne azért, hogy a teremtőhöz kapcsoljon, minden edényt a teremtőhöz kapcsoljon. Ez a főpapoknak a nemzedéke, ez az, amire nekünk szükség van. Tehát, ha mi sóvárgunk erre, ha valaki tudja, hogy ez a cél, és csak neki van szabad akarata, ő az egyetlen, aki ezt meg tudja tenni, ezt a munkát, hogy a teremtővel kapcsolatban marad egyfelől, másfelől pedig a világ nemzeteivel is kapcsolatban van, akkor mi történik? Mindjárt, olvassák tovább. Ezáltal Izrael gyermekei felébrednek, és a belsőségre és külsőségre is sugározni kezdik a fényeket, és ilyen módon Izrael gyermekeinek tudását terjeszteni kezdik a világ nemzetein belül. Tehát ilyen módon tud ragyogni az edényekben lévő fény mindenki irányába, és hogy mindenki megértető, hogy mennyire fontos a kapcsolat a részek között, és hogy nyilvánvalóan melyik rész van közelebb a spiritualitáshoz, és melyik van távolabb, az fontos a kollektív szempontjából. De ilyen módon Izrael a világ minden része számára segít megadni a korrekció szükséges belső vizsgálatokat, és ez pedig minden egyes emberhez múlik, aki Izrael állapotához tartozik, ami az edénynek a fényét adja át másnak. És ha Isten mentsen, itt megjelenik valami, ami a világ nemzeteihez kapcsolódik, nyilván nem szabad, hogy erősebb legyen, mint Izrael belsősége, azaz a külsősége az embernek, amikor felemelkedik, akkor Izrael az emberen belül a belsőségnek kell uralkodni a külsőség felett, és ezek a cselekedetek azt okozzák, hogy a világ külsősége is általában magára veszi Izraelt, és még magasabbra emeli, hálásan a vállára emeli, és Izrael gyermekei, amelyek a világ belsőségét képviselik, felemelkednek. Ez megint minden Izraeltől függ, mondja. Ebben nincsen a világnemzeteinek feladata, hanem minden az Izraelhez tartozó embereken múlik, ezért hívjuk őket Jásárkelnek. Ezek okozzák az emelkedést és a süllyedést a saját értékeim belül, ezért a terjesztés Izraelen belül, a saját szerepén belül, a hit, a szabad akarat és minden, amit Izrael képvisel, ami Izrael kezében van, amivel Izrael meghatározza a világ jövőbeli állapotait, ezt publikálni kell, terjeszteni kell az emberek között, és ennek a legmagasabb rendű fontosságot kell tulajdonítani. Értitek? Van valami kérdés, de erről kérdez, csak akkor kérdez. Nem erről kérdezel, nem engedlek kérdezni többet. Mert nekem úgy tűnik, hogy mind a 30 másodpercben kérdezni akarsz, de nem tudom, hogy figyelsz egyáltalán arra, mit kérdezel. Nem is kérdezett a srác. Akkor mi Izrael terjesztésről beszélünk, akkor el kell magyarázni az embereknek, nincs más szerepe, nincs más lehetőség, mindenki el kell fogadni Izrael szerepét, hogy be kell rángatni a mélységi tanulásba. Nekünk egyetlen szavak nélkül se kell tudni magyarázni igazából, hogy mi az, amiről szól ez a történet. Lényegtelen, hány szóval magyarázod el. Minél hamarabb fölfogjálnál, kevesebbel. Mi össze van fordulva a lelketek és a szívetek azzal, akinek terjesztetek, annál jobban megérti. Én nem akarom őt arra kötelezni, hogy bármit tegyem. Én egyszerűen azt akarom, hogy néhány másodperce kapcsoljon hozzám, ez az első. Ugye pontosan ezért volt jó a szabadság alatt, hogy képesek voltatok ennyi embert elérni és nyomás elhelyezni. Ez az, hogy ma látni kell a munkátokat, mondja. Együtt velük, itt nincsen ugrálás.
Tehát együtt kell elérjétek ezt a fajta emelkedést. Oké, de akkor az én szerepem az, hogy tudást adjak az embereknek. Amilyen módon csak lehetséges, képes legyek erre koncentrálni, hogy megérítsd a szívet. Tehát röviden, nyilvánvalóan minden attól függ, ettől a feltételtől függ. Tehát neked a szívet kell megérinteni. Nyilvánvalóan az ő hite a te kezedben van. És csak ezen a módon tudod hiszen itt egy integrált globális világban élünk, ahol a szerepétől nem tud elmenekülni. Ezért kérem Nivet, hogy választhatok valami idézetet a Tórából. Ahol le van ez írva, ugye Janiv nem találja, keresgélik, van nincs formába. Ugye az a lényeg, hogy Izraelt a világ minden táján és a világ végén is fel kell tudni fedezni. Pontosan azért, hogy ez a töréssel való keveredés megtörténjen. Tehát nekünk... Ugye, igen, ám csak, hogy itt a belsőség az Izrael, és a világ nemzete mindig legyőzték Izrael a keveredés során. Tehát, hogyan lehet az, hogy egyszer mi keveredjünk felül? Azért, mert ti határozatok meg a világ nemzeteinek a viszonyát hozzátok. Ők az általános léletnek egy részei, és nyilvánvalóan ők bele vannak ágyazva a térbe és az időbe, és nektek őket kell korrigálni, ez egyszerűen elkerülhetetlen. Korrigálni kell őket. Ha nem korrigáljátok őket, akkor ti vagytok a hibásak, és a ti hibátok visszaszáll rátok, mondjanak. Hát ki másnak kéne nyomás alá helyezni őket? Ki fogja ezt az állapotot rögzíteni? Csak ti? Oké, de nekünk állandóan legyőznek bennünket. Én értem, hogy... De mit jelent az, hogy ők legyőznek benneteket? Mert elutasítod azt, ami a te dolgod lenne, ezért győznek le. Te veted alá magadat nekik, ti csináljátok a problémát. A tény, hogy te csak a felszínt látod, és nem látsz a függöny mögé, hát mit tudok ezzel tenni? Ezért mondom neked, hogy te vagy az, aki tenni tud. Te vagy az egyetlen, akinek van szabad akarata. Hányszor halljátok ezt tőlem? Nekik nincs lehetőségük, ők nem választanak semmit, az sem, hogy legyőznek téged, ők gépek. Tehát beindítottad ebbe az irányba, akkor arra mennek, arra az irányba, akkor arra mennek. Ti okozzátok, hogy merre menjenek. Nincs szabad akaratuk. Nem tudnak másképp viselkedni. Ti határoztok meg mindent, ami történik. Minden. Oké, na de mi arról is tanulunk, mondja a srác közben, hogy a teremtő csinálja, nem én csinálom. Ez helytelen. Na de az a teremtő azért csinálja a második felét a munkának meg, mert te megcsinálod az elsőt. Ha nem csinálod meg az elsőt, a teremtő sem csinál meg semmit. Tehát ez nem úgy működik, hogy te csak ülsz és vársz, és akkor a te felelősséget kimerül abban, hogy várat, hogy a teremtő megcsinálja, vagy nem. Hát nem így van ez. Röviden mondja, a te hibád is kész. A te hibád az, hogy nem történik meg valami, meg kéne történni, ezt éreznetek kell. És ez a legkeményebb módon meg fog nyilvánulni a te irányodba. És csak oda járjus elmi fickónak a mikrofon. Oké, na de itt van egy belső vizsgálat, az embernek annyira van a belsőségét kell, Izraelt megvizsgálnia. De nyilván lehet, hogy a közösségnek kell korrigálódni önmagában először, tehát nekünk a Binei Baruchnak, és akkor a munka az az, hogy a barátok fontosságát fenntartsuk, a terjesztés erejét fenntartsuk, és hogy minden dolgot működni tudjunk. Tehát mindenki azt a helyet keresi, ahol erre emlékezhet, nem? Tehát én rétegről rétegre láttam a társadalomnak a változását, tehát nyilvánvalóan barátok, akik egy bizonyos periódusban érkeztek hozzánk, azok vágynak a kapcsolatot természetesen. De néha sokkal
kényelmesebb bizonyos módon kapcsolódni. Hogyan tudjuk azt korrigálni, hogy ne az egyszerűbb fel részét válasszák az emberek a kapcsolatnak? Nekünk annak érdekében kell összekapcsolódnunk, hogy az egész emberiséget magunkhoz tudjuk kapcsolni. És aztán nyilván a teremtőt is. Tehát mi a kettő között vagyunk. Tehát nekünk kell, hogy meglegyen a hiányunk a teljes emberiségre vonatkozólag, és a teremtőnek az egész emberiség belső hiányában kell feltárulnia. Tehát nekünk ezt kell előkészíteni, így kell egyesülnünk. Oké, na de ez relatív módon új, nem? A közösségnek. Én nem tudom, miről beszélsz, mondja, most nem tudom, miről beszélsz. Tehát te most a történelmi dolgokra próbálsz gondolni, nem tudom, ezt most hagyd a fenébe. De akkor a legfontosabb dolog az érzelmek, nem? Tehát az, hogy én örömet tudok okozni a teremtőnek, nem értem, miről beszélsz. De én nem értem, hogy mit akarsz. Na de, hogyan értem meg, hogy amikor ülünk a körökben, neki mi a jó? Hát nyilván a felelősséget kell érezned először. Nem értem, miről beszélsz. Nem értem, miről beszélsz. Ha onnan jöttél most te, vagy mi történt veled? Nem. De minden egyes embert Izraelben csak egy dologhoz kell jutni, hogy megértse a szerepét, a feladatát. Nekünk ezt kell elérni. Tehát, aki kiesett a saját szerepéből, abból, hogy nem rendesen működik, tehát hogyan lehet aktív, hogyan vált aktív részévé a rendszernek minden egyes izraeli. Ugye azért, mert van a múltból resimója. Nyilván ezt föl kell ébreszteni, és ennek megfelelően kell dolgozni. Tehát az egész világ szempontjából aggódni kell, mivel nekünk kell egy edényt teremteni, amely az összes többi edényről gondoskodik. Oké. Tehát akkor mi vagyunk a hibásak? Ez nem a hibáról szól, nem arról szól, hogy te vagy hibás, vagy nem. Ez a felelősségről szól, hogy azt a felelősséget lásd, akkor ne így mondjuk, hogy hibás vagy, felelős vagy a korrekcióért. És a felelősséged elől nem szökhetsz el? De mi nem akarjuk elmenekülni, mondja. Mi látjuk a problémákat, és szeretnénk ezt meg is tenni. De a rendszer, ahogy én látom például, mondja a srác, hogy vannak emberek, akik valóban törekednek erre, azok az előre is haladnak. De nekünk az újakat merekel. Nem értem a te vizsgálatodat. Én másképp látom. Te azt mondod, hogy mi volt 5 évvel, meg 10 évvel, meg 15 évvel ezelőtt. De ez nem érdekes. De neked nem kell a múltban néznem. Neked nem kell nézni a múltban, milyen szerep. Erről a srác azt fejtegette, hogy a múltban történt ez a hiba. Nem, hanem megnézed, ha történész akarsz lenni, akkor történészkedj. De ha te a múltat, a jelent, és a jövőt akarok kutatni, és a közlelő különbséget, nem jutsz erre erről. De mire jó ez a dolog? Én nem erről beszélek, ne kérdezz engem erről. Na de akkor mi történik holnap? Hogy néz ki a holnap? Rav. Hát annak megfelelően néz ki a holnap, hogy mit csinálsz ma, mondja Rav. Hogy hogyan kell holnap végezni a munkát? Amit befektetsz ma, olyan lesz a holnapod. A mai befektetés építi a holnapodat. Na, miről beszélsz te, mondja Rav? Akkor de minden a kapcsolattól függ, akik értik a módszert. Hát mi mástól függene? Hát miért kérdezed ezt meg? Hát nem világos ez a számodra, és mindenki más számára? Oké, na de akkor a kapcsolat, és még azon kívül... Oké, na de akkor át kell adni valami tartalmat. Hát aki nem érti a módszert, az hogyan fog érteni, miről van szó? Oké, hát akkor tanuld a módszert, meg tanulsd a módszert. Oké. Na de így kell a társadalomnak előreadni. De nem értem a kérdésedet, most sem, mondja Rav. Ülj le, és gondold végig a kérdésedet. Mit akarsz kérdezni? A történelemben, a módszert beillesztve innen, oda, onnan, ide, miről beszélsz te? Hát, tehát 5 perccel ezelőtt beszéltem a módszernek a
a terjesztéséről, hogy hogy a korrekció módszerét mindenkinek oda kell adni. Ez Izraelnek a szerepe. Ez a rendszerbe befoglalt szerepünk. Tehát ez az aktív terjesztésnek a szerepe. Hát mi más terjeszteni? Tehát el kell magyarázni, hogy milyen állapotban vagyunk, mit jelent a korrekció, mit jelent, mert Tórában le van írva. Hogy mennyire tőle függ a jövője. Hát ez a terjesztés, erről van szó. Hát mit találtál, Janiv? בפרק ללמד כתוב והיה כי יבואו עליך כל הדברים הברכה והקללה אשר נתתי לפניך. Nem értem, melyik könyvből van. Tehát az áldásnak a megérkezése az Izraelen múlik, és neked a szíveteket oda kell utalnotok a szíveteket a világ összes nemzete felé, és a teremtő felé kell fordulni, hogy mit mond, és a teremtő azt mondja, hogy az összes lelketnek kell mennetek, és a teremtő azért fordul hozzátok, hogy titeket visszavezessen a nemzetek irányítására, akik eddig legyőztek benneteket, ha megjelenik a gyülekezetnek a helye a számotokra, az azt jelzi, hogy a teremtő el akar benneteket juttatni. Még Amerikában is összegyűjti a teremtő a zsidó mindenkit. És akkor összegyűjtenek arra a helyre, amiről ősapátok beszél, ősapátok beszéltek, hogy az egész világ számára végrehajtsátok a feladatokat. Itt az Exodusban is van valami, mint ez a Bibliából idéztek most. Azért volt ennyire nehéz lefolytani. Rav. Ugye Izrael az Bnei Baruch? Persze. Mindenek előtt mi vagyunk Izrael. Ha mi is föl vagyunk osztva, a teremtő igaz szolgái, meg azok, akik nem szolgálják a teremtőt. A teremtő szolgái azok, akik sóváronnak az ő feltárulására, és terjesztenek, és mindent csinálnak. És aztán vannak azok itt Bnei Baruchon belül is, akik kevesebb cselekedben vannak a gyakorlat, akik kevésbé vannak beleolvadva a gyakorlati cselekedetbe. Tehát nyilván fel lehet ezt osztani így is, ketté a világ nemzeteire és Izraelre, tehát nyilván ez a klasszikus felosztás, erről érdemes beszélni még itt Bnei Baruchon belül is. Ez értékes a számunkra. Mert amikor jön egy ember, akkor viszont nekünk nem kell gondolkodnunk az, hogy ő honnan jött, meg milyen tárul. Tehát nekünk meg kell adnunk azt, hogy a minden áron meg tudja jönni a resümóját. Oké, na de akkor ő látja a tapasztalatokat, például a mi világkeringnek a mozgását. Ön szerint mi hiányzik ebből még? Nekünk hinni kell abban, mondja Rav, hogy a jövő rajtunk múlik. Még ha mondhatod is, hogy mi hátul kullogunk, nem tettük meg a dolgunkat, ugyanakkor viszont mondhatod magadnak, hogy aki nem teszi meg a dolgát, aznak a helyet ki fogja megtenni. Tehát, hogy legyen az jó, vagy legyen rossz, nekünk el kell érni egy bizonyos állapotot. Tehát én azt gondolom, erről nem érdemes nagyon beszélni, mert csak összezavarodtok. Ez egy nagyon érdekes téma természetesen, de összezavar benneteket. Az nektek természetes módon, tehát természetes módon arról kell beszélni elsősorban, hogy a mi terjesztésünk fog meghatározni minden. Tehát nincsen teremtő teremtmény nélkül. Tehát, hogyha, és tudni kell, hogyha én nem teszem meg, ki teszem meg helyettem. Tehát én vagyok az első, aki cselekedni tudott, ahol még a teremtő nem tárult föl. Tehát ki teszi meg a másik felét, a feltáruló teremtő. Tehát az első felét nekem kell megtenni, hogy meg a teremtő elkezdjen feltárulni, és ahogy a teremtő feltárul, ő tesz meg mindent utána. Nem mondhatjuk azt, hogy minden előre el van tervezve. Nem, én határozom meg a jövőt, én döntöm, hogy mi történik a jövőben. És nem azért, hogy nekem jó legyen a jövő, és nem is azért, hogy a világnak legyen jobb, és nem is a mások szeretetéért, mert a mások szeretete az a teremtő szeretetének egy irányuljon, és itt én határozok meg egy új dolgot, annak érdekében, vagy örömet tudjuk okozni a teremtőnek, az összes edényemet így kell átadni neki, így kell őt felépíteni. Ez nagyon fontos és nagyon magasztos téma,
És ezt már elég sokszor megbeszéltük. Például a Tikvából kérdezi valaki, mondhatom-e azt, hogy... hogy a csoporton belül munkám határozza meg a csoporton kívüli eredményt. Ez egy, mondja Ravit, amennyire a csoport belül össze van kapcsolódva, olyan mértékben állunk készen arra a csoporton belül, hogy terjeszteni tudjunk. Tehát ez az, ahogy a munkát el kell fogadni. Különben nincs mit terjeszteni. Ha mit terjesztesz, hanem az egységedet? Ha nem a közöttek lévő teremtőt. A teremtésnek a célját teremted, terjeszted, de nyilvánvalóan ez azzal az erővel lehetséges, amennyire a teremtőt már magatok között megalkottátok. Tehát mit kell a körön belül érezni? Azt kell érezni, hogy az a fény, ami már köztetek kialakult, a ti kapcsolatokban megjelenik, ezt érezzék ők meg, mert ennélkül a kapcsolat nélkül nincs mit kivinni közéjük. Hát miről szólna a terjesztés? Mi lenne a minősége a terjesztésnek? Mit adunk a többieknek, hanem a ti általok már föltárt fény? Tehát elsődlegesen nektek kell a kapcsolatra irányuló szándéka rendelkezni, kell, hogy elérjétek az egységet. Tehát a felső fény, az adakozás meg kell, hogy jelenjen. És az a ti kapcsolatokból kell, hogy áramoljon a világ felé. Tehát elég, hogyha a hiányt elviszitek ehhez, és a fény jön, és meg tudjátok vizsgálni mindent az egyén belül, ennyi. Hogyan működik ez a világban, általánosságban? Nyilván a világ végén van egy jelenség, és akkor a világ másik végén a jelenségeből áradó fényt felfedezik a többiek. De nem fizikai módon, hanem spirituális módon, nyilvánvalóan. Tehát Jokniánból kérdezi valaki, lehet, hogy ez egy kicsit más irányból kérdez, tehát nekünk van a kapni akarásunk, hogyan tudjuk mi ezt Izraelen belül elérni, hogy ne az ego ravassága kezdjen el a terjesztésben részt venni, hanem valóban a Tóra belsősége jelenjen meg rajtunk keresztül. Nekünk ezeket a vágyakat és szándékokat, amiket magunk között megéltünk, ezt kell a munkában használni. Meg kell, hogy értsük, mondja Rav, hogy nincs miért mérgesnek lennünk és idegesnek lennünk. Nekünk meg kell felelni a világ igényének 100%-ig, mert akkor a világ el fog bennünket fogadni. Egyszerűen arról van szó, hogy nekünk erőfeszítéseket kell tennünk. Tehát, hogyha én nem hallom meg az igényt, akkor ők nem fogják meghallani az igényt, mondja. Na, az amerikai kérdez. Én az emberek meggyőzésének a koncepciójára szeretnék kérdezni valamit. Na, Eli. שאנחנו צריכים ללכת ולשכנע מישהו. נו, נו, אז בא, נו. שיגיד. Yeah. You do everything you can to explain to something. Somebody doesn't believe. Tehát elmagyarázzuk, aztán van, aki nem hisz nekünk. What's after that? Akkor mit kezdjek ezzel, ha valaki nem hisz nekem? Érzem, hogy mondja, hogy ez nem így van. Tedd meg, amit megtehetsz. Mit tennél ezen túlmenően, mondja? Neked nem kell győzködni senkit. Tehát nem értelek benneteket, fiúk, mondja. Egyszerűen, mintha leváltok volna a témára, amiről ma beszélünk. Tehát hol van a kabalában az a dolog, hogy győzködött, hogy hidd el, amiről én beszélek? Tehát mi a körökben egyszerűen megmutatjuk az erőt, és akkor érzi, akkor jó, akkor fogja motiválni őt, ha nem érzi, akkor meg úgyis elmegy. Oké, na de nekünk győzködni kell a zsidó embereket az egész világban. Tehát akkor meg kell győznünk valamiről ezeket az embereket, a zsidókat, vagy miről szól ez a történet? Az a fordít. Ken, no, az ma. Másila.
És akkor mi a kérdésed? Igen, magyar. Én adok egy leckét nekik, mondjuk Los Angelesbe adtam egy leckét, aztán Washingtonba adtam egy leckét, beszéltem Izrael szerepéről a világban, és csak egy kis része az embereknek értette, hogy egyetlen miről beszélek. Oké, na az élet, nekik van egy életfelfogásuk, és mi megpróbálok harcolni ezzel, nem? És nekem be kellene, a gondolkodás módját kéne az emberek megváltoztatnom. Hogy lehetséges ez egyáltalán? Tehát most ugye a srác arról kérdez, hogy mi zajlik az emberben, aki workshopban. Hát ezért kell beszélni mi az oktatásról. Tehát nekem emberré kell őt nevelnem valamilyen módon, erről írva van, hogy az ember egy bestiás állatnak születik, és az oktatás fogja őt felemelni. Ez emeli föl Ádámnak a szintjére, nem más, ha mi emelné föl? Nyilván ez az embernek a belső világában egy változást okoz, természetesen az, aki eljön egy leckére, az világos, hogy nem értnék vele az előbb semmit. Hát nyilvánvalóan nagyon sok dolgon kell keresztül menni az embernek, hogy értsen, miről beszélünk, és ez az oktatásnak a kérdése. Ez valóban évekig tarthat. Oké, na de ez úgy hangzik nekem, hogy mintha nem is kéne győzködnünk a zsidókat a szerepükről. Ez nem a győzködésen múlik. Az oktatás nem győzködés. Az oktatás különböző benyomásokat hagy az emberben, előre viszi, hátra viszi, és érzéseket ad neki. Ez az érzés, azt már mi tanultuk. Tehát én nem kell győzködnöm senkit, nem kell neki elmagyarázni, hogy mit is akarok. Nem. Ez teljesen helytelen. A te megközelítésed, amit mondasz, az bizonyos alapokat nélkülöz. Tehát nekünk állapotokon kell őket keresztül venni, amik izgatottságot okoznak nekik, hogy amelyik a válaszokat adnak nekik, amikor ezeket megvizsgálják. Tehát először az érzés jön, érezniük kell, miről beszélünk, és ez nagyon sok cselekedetet igényel tőlünk. Na de az, hogy elfogadják, amit mi mondunk, közelebb kell kerülni a Teremtőhöz olyan módon, ahogy mi értelmezzük. Tehát az a kapcsolatos, hogy ők se értik a rendszert, meg te se egyetértek azon túl, mert nem értek egyet azon, hogy mondasz. Oké, tegnap volt egy beszélgetésünk a legönátadóbb barátokkal, akik valóban érzik azt, hogy a kapcsolat köztünk nem elég erős. Tehát nyilván nekünk közöttünk is az érzelmekre kell operálnunk. Hogyan tudunk mi itt érzelmeket ébreszteni? Tehát nekünk a lecke során kell éreznünk valakit, valamit. Így van, nektek értenetek, hogy mi történik. Oké, már ezer szavoltam ezt öntől. Akkor még kell még egyszer újra és újra nekifutni ennek. Tehát. Neked, Gerzsonnak minden áldott nap meg kell tenni a dolgodat. És tehát neked a közösség felé kell fordulnod. És itt aztán mit kell tennetek még? Tehát akkor nekem éreznem kell a közösségnek az erejét, és nekünk dolgozni kell azon az eseményen is. Tehát nyilvánvalóan ma például, ha lesz egy esemény, akkor nekem
Föl kell készülni erre, a szándékaimat el kell rendeznem, állandóan dolgoznom kell ebbe az irányba. Tehát nyilvánvalóan, tehát együtt kell lennünk ezzel a csodálatos csoporttal, tehát ugye 150 embert is be tudunk vinni a körökbe, és ugye ma este lesz valahol egy ilyen terjesztés, és 150 embert szándékoznak egyetlen körben lerendezni, tehát 10 kör lesz, nem 15. Ha ez így történik, akkor ez jó, mondja rá. És nyilvánvalóan itt majd meg kell vizsgálni az is, hogy milyen eredmények vagyunk, és abból le kell volna a konzekvenciákat. Kérdezhetek valamit? Tehát most 24 órás Ivatova adás van, miközben ő nem volt itt. Anatóliára kezdtük, de azóta a három nap éjjel-nappal megy az adás is volt tovább. Mit akarsz kérdezni? Én erről szeretnék kérdezni valamit. Akkor kérdezz. De már most is kérdezel, magyarul. Amikor ez a dolog elkezdődött, az nagyon különleges dolog történt. Az érzés nagyon tiszta volt, hogy ez egy oxigént ad nekünk elsősorban. Egy általános érzést a csoportnak, hogy még jobban össze kell kapcsolódni, mert különben nem tudjuk ezt a fajta hiányt érezni, hogy 24 órában sugározzunk. Tehát amikor mi elkezdtük ezt az élő sugárzást 24 órában, akkor világos volt a cél. És ez az, amit én nem értek teljes mértékben, tehát rengeteg anyagot csináltunk. Nagyon sok dolgot beszéltem erről a srácokról, tehát nagyon sok archív anyagunk is van a 24 órához. Tehát például az Orrennel való beszélgetéseink, ezt nyugodtan sugározhatnátok. Több ezer óra anyag a közösségünk legnagyobb része nem is ismeri ezeket. Tehát ezt nekünk is, még magunkon belül is ismerési volt az a miénk. Fenn kell tartani. Tehát, hogyha ez így van, mit akartok tőlem? Csináljátok. Én nekem nem kell erre mondanom semmit. Hogy, tehát, ha engem kérdeztek, tehát én örülök, hogy ilyen nagyszerűnek mondatok, hogy mindent én fogok megoldani, de valójában nektek kell megoldani a problémát, nem nekem, mondja rá. Tehát aki felelős, az tegye meg a dolgát, és nyilván haladjatok előre. Tehát... Én nem értem pontosan, hogy miért történnek olyan dolgok, ezt most nem értem, hogy mi, hogy valaki még... Ja igen, hogy miért történik olyan dolog, hogy a közösségen belül egy csomó nem is ismerik, ami történik. Tehát én elmondom, hogy hogyan kell valaminek történnie, ez az elképzelés, ez nyilván ez csak egy elképzelés, és hogyan tud a világcsoport ehhez csatlakozni. Ez nagyon helyes, hogyha tud kapcsolódni ehhez, és úgy csináljátok meg ezt a 24 órás adást. De nyilvánvalóan az egész üzemnek ide kell kapcsolódnia, tehát ez egyszerűen elkerülhetetlen. A nők például, ahelyett, hogy aludnának, ők erőket adnak hozzá, és egész éjjel sugároztak. Én értem, hogy megcsináljátok, hogy egy kicsit tovább sugároztok. Tehát ezt úgy kell elrendezni, hogy senkinek ne jelentsen túlzott a nagy kívást, hogy a nők éjjel-nappal ott van a Finnországból, van egy kérdés. Az új tanulók, akik hozzánk csatlakoznak az Európai Unióból és az egész világból, nyilván előnyösnek látná ön, hogy megmutassuk nekik a belső módot, hogy a külső cselekedetből a belső munka felé mozdítsuk őket, hogy a belsőből a külső felé. Tehát mi a legeredményesebb és legbiztonságosabb út az ő számukra? Nagyon lassan kell kinyitni az anyagot az ő számukra, a terjesztést is, és mindent. Mert ugye a világ nemzeteinek elmagyarázni, hogy
mi az itt zsidók feladata, nem szabad rögtön rázódítani az emberekre az oktatási központokban. Tehát, hogyha ti néhány ember érzi is ezt, akkor is ezt nektek egy barta felső felosztásba kell tartani, hogy megértsék pontosan, mit jelent a zsidó, mit jelent a világ nemzetei, mi a gágáca nejém, és az ahap, a resimó, és a törés. Tehát hogyan lehet ezt egy lélekként felfogni az embereket? Egész addig, amíg a világ nem látja, vagy az emberek nem látják a világot a helyes felosztásában, nyilvánvalóan az egész általános edénynek képesnek kell lennie arra, hogy lassan elmagyarázzon mindent, és, de nem szabad ezt egyik pillanatra a másikra ráig zúdítani, hiszen akiben, de tudni kell mindenkinek, hogy akiben ott van ez a resimó, azok mind Izraelhez tartoznak, és nincs különbség köztünk. Tehát mindazok, akik pedig nem ébredtek föl, nincs bennük ilyen, de azokról még gondoskodnunk kell a jövőben. Oké, na de ez azt jelenti, hogy nekünk el kell kezdeni figyelni rájuk, elkezdődik a tanulás, és be kell kapcsolni őket. De hogyan tudjuk ezt megtenni? Tehát egyrészt van a szerep, mi a kongresszuson majd beszélünk erről, a teremtő segítségével a következő héten, Veronában. Aki eljön oda, ugye a finn csoportok is jöjjenek el oda, és akkor megértik, hogy miről szól ez a téma, mondjam. Még nagyon sok problémát meg kell oldanunk Európában, az európai csoportok között, hogy Európa egyetlen csoportnak érezze magát, és túl tudjon emelkedni minden különbség felett. Szóval tudjon emelkedni. Oké. Akkor a kongresszusról szeretnék kérdezni valamit. Egy héten belül történik el. Néhány hete hatalmas cselekedet folyik az egész európai csoportban. Az európai barátok tudni szeretnék, hogy hogyan tudnánk átadni önnek és a világcsoportnak azt az érzést, amin keresztül mentünk, hogy egy érezzék Európát ön is, meg az egész világcsoportra. Mindenek előtt, ezekben a napokban és a következő héten is Skype-on és egyéb dolgon keresztül összekapcsolódunk. Tehát másodszorban azért ismerem őket ám, a legtöbbet, aki igazán dolgozik. Ez nem teljesen új az én számomra, ami történik, az olasz csoport, és mások mindenféle nehézségeikkel együtt. És a legtöbbüket ismerem. És akkor nyilván ezekkel, akiket még nem ismerünk, hogy a veteránokkal összeolvadjanak. És azt gondolom, hogy nekünk egy olyan periódusban vagyunk, olyan periódus vár ránk, ahol akik készen állnak a tízes körében való kapcsolatra, úgy, ahogy a Szentpéterváron megtörtént, és Los Angelesben, hogy valóban elérjünk valamit. Tehát én nagyon remélem, hogy ezt Európában is elérjük. Akkor még egy kicsi dolog. Mi az egész világcsoportot szeretnénk meghívni. Tehát 19 óra 30-kor felkészülési meeting van. Minden este a tízes körökbe tömörülünk, és aki tud, legyen velünk egyetlen cselekedetben. Hol történik ez? A Team Talk 4-en történik, a Unity szerverem, Európa csoport, mindenki ott van együtt. Oké, rendben van, ez szuper, mondja, azaz az összes csoport, aki tud, az kapcsolódjon, és lehetek együtt a felkészülésben a kongresszus, ez kiváló, egyébként sokan is vannak. Tehát európai idő 19:30, közép-európai idő, szerintem mai idők szerint. Rendben van.
Mára már nem terveztünk semmit. Átvettük a 66-os pontot, és reméljük, hogy holnap végre tovább lépünk, magyarok. De ez még világosabbá fog válni, amiről szól ez a cikk. Tehát még egyszer a szerepünk, mondja a Izrael szerepe, az mindenek előtt az arra irányul, hogy a kapcsolatunkon keresztül a világ felébresztését megtartsuk abban az állapotban, ahogy azt elkezdtük, és különben nem lesz meg a képességünk, hogy fényt vigyünk a világnak. Tehát van egy szint, amin keresztül mi összevünk kapcsolódva, és nekünk a kapcsolatot kell végrehajtani az egész világgal. Egy olyan szinten, amikor ők megkapják a kapcsolatnak az erejét, annak megfelelő, hogy mennyire érzik közel magukat hozzánk, és mennyire tudjuk elmagyarázni nekik, hogy ezt a munkát csak együtt tudjuk elvégezni. Tehát ezért a világ nemzeteinek fel kell emelni Izraelt a vállukra, és úgy kell bevinni a Jeruzsálemi templomba. Ugye, hogy ezt tanultuk. Tehát valóban ez a helyes válasz a helyes munkára, amit Izrael helyes módon végez el. Tehát mi vagyunk a szabad akaratnak a birtokosai, és ezért a szabad cselekedet is a miénk. Nekünk ezt meg kell tennünk. És akkor bevezetés, bejelentések. Bevezető kurzus a Kabbala Lámban, az élet értelme és a Kabbala, ez ma lesz, 18-30-kor Izrael szerte, Zihon Jakobban és még jó néhány izraeli városban. Ingyenes ugye a belépő. Tehát az életértelme a Kabbala szerint, ugye erről fog szólni ez. A következő, amit hirdetnek. Ezt most nem is fordítják már angolra, de ez megint valami bevezető leckesorozat. És akkor ezzel befejeztük, mindenkinek szép napot kívánunk.